Hetente 4-5-ször járok sportolni, úgyhogy én ezzel teszek azért, hogy az egészségemet megőrizzem, ezen kívül figyelek a táplálkozásomra, próbálom elhagyni a zsíros ételeket, sok salátát, zöldséget és gyümölcsöt fogyasztok. Mit tudsz tanácsolni az embereknek? Hát, hogy mozogjanak mindenképp, mert azt veszem észre, hogy a fiatalok is elhanyagolják a mozgást, nagyon sokan ülnek otthon, főleg télen nem mozdulnak ki az emberek, pedig van alkalmuk eljárni konditerembe esetleg. Én is ott edzem, mert aszmás vagyok, és esetleg a szabad levegőt nem bírom, vagy allergia, sokan nem szeretik, akkor menjenek el konditerembe, vagy hogyha esetleg nincs alkalmuk, akkor otthon edzenek, mert kiválóan lehet otthon is sportolni, interneten utána nézni, hogy lehet otthon mozogni, úgyhogy szerintem az emberek csak a kifogásokat keresik, de meg lehet oldani akár azt is, hogy otthon egy fél órát foglalkozzunk magunkkal. Hogyan tudod összeegyeztetni a munkát mondjuk a sporttal? Szerintem mindenkinek arra van ideje, ami fontos számára. Úgyhogy én, hogyha hazaérek este, akkor még elmegyek edzeni. Úgy tudom, hogy az esti edzés nem feltétlen annyira jó, mint a reggeli, de még mindig jobb, mint hogyha nem csinálnék semmit. Így amikor hazaérek, akkor egy futok egy kicsit, vagy otthon felülésezem, és ez is sokkal jobb, mint hogyha nem csinálnék semmit.